A Szabadkai Majsai úti általános iskola egyike annak a 8 általános iskolának a városban, ahol magyar nyelven is folyik oktatás. Az iskolában a tanulók az idegen nyelvek mellett tanulhatnak bunyevác nyelvet a nemzeti kultúra elemeivel, továbbá a szerb-ajkú diákok a magyart, mint környezetnyelvet is. Valamint megszerveztük a szerb, mint idegen nyelv tanítását is, ezt azon tanulók részére, akik külföldről érkeztek az iskolánkba, és nem szerb tagozatra iratkoztak be, és nem beszélik a szerb nyelvet. Összesen 6 ilyen tanulónk van, 4 tanuló érkezett Oroszországból, és 2 pedig Angliából. Szerbiában 8 nemzeti kisebbség nyelvén folyik általános és középiskolai oktatás. A magyar nemzeti kisebbségen kívül a horvát, a bosnyák, az albán, a bolgár, a román, a ruszin és a szlovák nemzeti kisebbség diákjai tanulhatnak anyanyelvükön. Azért vagyunk itt, hogy bizonyítsuk a szerb kormánynak, fontos az, hogy minden kisebbségi diák anyanyelvén tanulhasson, és itt vagyunk, hogy biztosítsuk a körülményeket ennek a legjobb megvalósulásához. A kormány támogatásával és a nemzeti tanácsokkal való együttműködés révén megteszünk mindent annak érdekében, hogy a kisebbségi nyelven zajló oktatás színvonala egyenlő legyen a többségi nyelven zajló oktatás színvonalával. Vajdaság szerte mintegy 14.500 magyar diák kezdte meg tanulmányait az idei tanévben, közülük 1313-an az általános iskola első osztályát. Ami a magyar tankönyveket illeti, az idei évben a magyar nyelv és irodalom könyveket nem kapták még meg a diákok, mondta Jerasz Anikó, oktatási államtitkár. Azok a tankönyvek, amelyek most még hiányciknek számítanak, hiszen magyar nyelv és irodalomból a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet, az Állami Tankönyvkiadó Intézet újra kell, hogy nyomtassa a tankönyveket, ezek már jóvá lettek hagyva, de egy picit késik a diákokhoz való eljuttatása, de mi abban bízunk, hogy ez is hamarosan most már megoldásra kerül, hiszen azt az összeget, amelyet a Tankönyvkiadó Intézet kérvényként megfogalmazott és kért az Oktatási Minisztériumtól, mi ezt biztosítottuk, úgyhogy a tankönyvek nyomtatása már elkezdődött, és hamarosan a diákokhoz fog érni. Az illetékesek ellátogattak az Iván Milutinovics általános iskolába is, amely egyike annak a 2 általános iskolának a városban, ahol horvát nyelven is folyik oktatás.